Szerbiában többszintű választások lesznek április 26-án. Ezzel kapcsolatban a szerb parlament csökkentette a választási küszöböt napokkal ezelőtt, így az 5% helyett most már 3% ez a bizonyos küszöb. Ez viszont a kisebbségekre nem vonatkozik, illetve a kisebbségi listákra nem vonatkozik. A stúdió vendége Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. És ez a 3% ez mit jelent nekünk? A magyaroknak uh... Igazából olyan rengeteg mindent nem, ugyanis ez elsősorban az általános választási küszöb. Persze az általános választási küszöbnek a szintje az kihatással van a természetes küszöb kiszámolásánál is mivel a küszöbnek a csökkentése 5 3 ra hordozott magában bizonyos veszélyeket a kisebbségi küszöb tekintetében is, ezért mi módosító indítványjal éltünk, és azt javasoltuk, hogy a... a a kisebbségi küszöbb számításánál a hányadosnak 1,35%-os növelésére kerüljön sor, amikor a DONT rendszer alapján számítják a mandátumokat. Emberi számítások szerint ez azt kellene, hogy eredményezze, hogy a kisebbségi listák, köztük a Majdásáim Magyar Szövetség által fémnyezett lista is semmiféleképpen nem kerül. Negatívabb, rosszabb helyzetben, mint amikor a választási küszöb 5% volt. Azt gondolom, hogy ezek a most fogonatosított választások egyrésztről azt eredményezik, hogy mm, elvben nagyobb lesz az érdeklődés a parlamenti pártok, illetve a pártok, illetve a, a polgárok csoportjai részéről a választásokon való részvétel tekintetében, másrésztről pedig egy olyan összetételű lokális, illetve uh, uh, tartományi és országos parlament tud létrejönni, amelyik jobban reprezentálja a társadalmi véleményeket, nem csak a választás pillanatában, hanem az azt, követke, azt követő négy éves választási ciklusban Tehát is. ez a változtatás, ez a tartományi és az önkormányzati választása is vonatkozik? Ez vonatkozni fog az összes uh, szintre. Ebben a pillanatban már hatályosak a jogszabályok, amelyek az országos, illetve az önkormányzati szinteket szabályozzák. És uh, Február 21-én lesz a tartományi parlamentnek ülés, ezt ma hívtam össze, ahol uh, ugyanilyen jellegű változtatásokat eszközölünk a tartományi parlamenti képviselők választása tekintetében. Elmondtam már korábban, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul, de a választások után koalícióra készül a szerb haladó párttal. Milyen elvárásai vannak ezzel kapcsolatban? Önállóan fogunk indulni, de amikor a önálló indulásról beszéltem, illetve beszélek, akkor ez azt jelenti, vagy azt is jelenti, hogy a Magyar előjelő pártokkal, amelyekkel eddig is együtt működtünk, illetve a magyar jellegű civil szervezetekkel, az egyházakkal természetszerűleg együtt fogunk működni, nem csak a listaállítás vonatkozásában, hanem a programok megfogalmazása tekintetében, illetve hát a választási mozgósítás vonatkozásában is arra készülünk, hogy a választásokat követően Parlamenti erő maradjunk, és arra készülünk, hogy folytassuk azt az együttműködést, amit az elmúlt években kialakítottunk a mostani partnereinkkel, elsősorban a szerb -haladó párttal. Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy az érdekérvényesítés, az érdekképviselet vonatkozásában ennek a fajta hozzáállásnak nincsen alternatívája. Persze a koalíciós együttműködés az azt feltételezi, hogy Uh, az embernek egyeztetnie kell, uh, uh, nyitottnak kell lenni, uh, kooperatívnak kell lenni, de uh, a mi érdekeink is. Uh, uh, azt föltételezik, hogy egy ilyen viszonyrendszerben, egy bizalmi viszonyrendszerben érvényesíteni tudjuk a saját érdekeinket, és azt gondolom, hogy ez elsődleges feladata a választásnak, illetve a választáson való szerepvállásnak, illetve legitimációnak. Az egyeztetést említettem, mondjuk az önkormányzatok tekintetében gondolom, ott is különösen fontos lesz, mondjuk a Vajdasági Magyar Szövetség hol tartana igényt, vagy mondjuk hol realitás egy polgármesteri székre. Több helyen az eddigi szabályok olyanok voltak, az eddigi megállapodás olyan volt, hogy ahol nekünk volt több mandátumunkot mi adtuk a polgármestert, ahol nekik volt több mandátumukat, pedig ők adták a polgármestert. Azt gondolom, hogy ez egy bevált szabály. Visszaigazolta az élet. Nagy valószínűséggel ezt a szabályt lehetne alkalmazni a választások után, a mostani választásokat követően is, de ezzel kapcsolatban Senki senkivel még nem beszélgetett erről a dologról. Azt gondolom, hogy ma még nem vagyunk itt. Az ellenzék egy része bolykotra készül, de mondjuk -e érdekesség, hogy a, az a csoport, amely a tüntetéseket szervezte országszert, az 1 -5 millióból mozgalomra gondolok, viszont bejelentette, hogy akár indulhat a választáson. Most akkor mennyire lesz legitim ez a választás? És lehet azt tudni egyáltalán, hogy ki indul és ki nem? Én ebben a pillanatban nem tudom, hogy ki fog indulni és ki nem. Ami nagyon fontos az, az hogy, hogy mi önmagunkról tudjuk, hogy mit akarunk, és hogy fogjuk azt képviselni, és mik a céljaink. Ezzel kapcsolatban azt gondolom nem csak a Vajdasági Magyar Szövetségnek van határozott egyértelmű álláspontja, hanem úgy látom, hogy a közösség többségének is határozott álláspontja van ezzel kapcsolatban. Az, hogy a Többségi politikai oldalon ki fog indulni, és hogy milyen álláspontja lesz majd a választások legitimitását figyelembe, ő azt gondolom, hogy ez semmi meglepőt nem fog magában hordozni. A mostani ellenzéknek egy jelentős része bolykotálni fogja a választást, és utána vindikálja magának a jogot, hogy kézben tartva a legitimitás kóserpecsétjét, majd ők eldöntik, hogy mi a legitim és mi nem. Azt gondolom, hogy ezen a fajta politika csináláson már a közvélemény régóta túl van, már egy kicsit rá is untunk, már annyiszor láttuk ezt, hogy kicsit unalmassá vált. Térjünk át egy kicsit egy más témára, a migráció. Hát láttuk a múlt héten Kelebiánál az állapotokat, ugye a migráns karaván érkezett a határkerítéshez. Ön hogyan látja megismétlődhet ez a vonulás? Azt gondolom, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban, sőt években sok mindent látni fogunk. Még nagy valószínűséggel ennek a fölvonulásnak az ismétlését is látni fogjuk. Én pár dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban uh, aláhúzni, uh, mint az általunk képviselt álláspontoknak a megerősítését. Egyrésztről mi elítéljük ezt a fajta. Uh, globális mozgást, azt gondoljuk, hogy a határsértés és a határon történő mindenféle dokumentáció és legalitást nélkülöző átjárás az tartatatlan és föntartatatlan. A határsértés az nem lehet emberi jog. Másrésztről azt kell látni, hogy a szerb politikai mezőben a Vajdasági Magyar Szövetség az egyedüli politikai erő, amelyik folyamatosan erről a dologról beszél, és folyamatosan így beszél róla. Ez az elkövetkező időkben is így fog lenni. Meggyőződésből tesszük ezt, és elsősorban a saját érdekeinket figyelembe véve érintettek vagyunk ezeknek az eseményeknek az elszenvedőiként, mert a rengeteg ember végül is itt vonul át, és hát veszélyezteti, veszélyezteti van, illetve megkérdőjelezze az embereknek a biztonságát, illetve a, a, a normális mindennapi életét. Az, amit én fontosnak tartok, hogy talán most lépett föl először a szerb rendőrség, illetve szerb kormányzat olyan eréllyel és olyan hatállyal, eh, ahogy azt már régóta szerettük volna, és abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb elindul egy erőteljesebb védelme Szerbia déli határának is, és ez a nagy nagyszámú migráns nem is kerül be Szerbia területére. Ez az érdekünk. Öntől idéznék, azt mondta korábban, hogy nem elsősorban a migránsok döntése, hogy márra haladnak, hanem azok, akik ezt a folyamatot segítik és szervezik. Kikre ez, gondol, biztos, kikre hogy, ez biztos, hogy így van. És uh, uh, hogy mennyire igazam van, uh, vagy igazam volt, amikor ezt a mondatot kimondtam, talán uh, az bizonyítja legjobban, hogy pár nappal ezelőtt Vulin, Vulin miniszter, a, a, aki itt volt, akkor, amikor a migránsok vonultak a kelebélyi határa pontosan ezt a mondatot mondta el abban a sajtótájékoztatóban, amit tartott. Egészen biztos, hogy ezt a folyamatot szervezik, egészen biztos, hogy nem itteni erők szervezik, vagy nem itteni indítatással szervezik az itt működő erők. Az az érdekünk, hogy ez a fajta mozgás megszűnjön, annak pedig az a föltétel, hogy akik szervezik, azok ellehetetlenül jönnek abban, hogy ezt csinálják. Ez pedig elsősorban, sőt azt kell, hogy mondjam, kizárólag a rendőrségnek, illetve a kormányzatnak a feladata. Pásztor István, a vajdos elképviselője, elnöke és a VMSZ vezetője. Köszönjük szépen, hogy itt Köszönöm voltam. szépen az érdeklődést.